Január utolsó hetében szavaz a londoni alsóház a brit EU tagság megszüntetésének új forgatókönyvéről. A legfrissebb felmérések szerint azonban már a konzervatívok között is jelentős többségben vannak azok, akik inkább újabb népszavazást szeretnének. Mi lenne Magyarország számára a legelőnyösebb megoldás? Stúdiónkban Szalai Berzevici Attila. A Budapesti Értéktőzsde volt elnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem véletlenül nem szólal meg szerintem a magyar kormány. Tudjuk már, hogy nekünk mi a legjobb ebben? Hát milyen változat lehet a jó? Ez nem egy hosszú beszélgetés. A britek maradása a mi érdekünk, csak ugyanúgy, mint az egész Európai Uniónak. Akkor miért nem mondjuk ezt? Miért nem beszélünk erről? Azt nem tudom, hogy ki miért nem beszél. Azt gondolom, hogy egyébként elég sokat beszél a média és mindenki. Hát mi igen, de a kormány hallgat. De igazából sok mindent nem tud tenni Magyarország ebbe az ügybe, mint a moziba ül mindenki és nézi, hogy mi a következő lépés ebbe a gazdasági politikai trailerben. A bolgár uniós elnökség üzent ma Nagy-Britanniának, miszerint is nincs új tárgyalás. Hiába akarnak újra nyitni a tárgyalás sorozatot, az unió vezetése nem tárgyal újra semmit. Ez egy elég kemény üzenet. Hát egy nagyon valid álláspont, tehát lehet, van e mögött is ráció, de azt tudomásul kell venni, hogy az Európai Unió kisebb és gyengébbé válik Anglia kiszakadásával, már ha ez egész rendezetlenül, tehát mindenféle szerződések nélkül történik meg március 29-én, hisz mégis a kettes számú gazdasági ereje válik meg úgy, hogy semmiféle egyezmény nem lesz, és nem csak a kereskedelemről beszélünk, hanem a légi közlekedéstől egészen, amiről kevés szó esik, de fontos, a biztonságpolitika. Hisz az Egyesült Királyságok az egyes számú hírszerzése az Európai Uniónak, és a legfontosabb, legnagyobb hadserege. Tehát ettől is búcsút vesz Európa. Azt megkerestem, itt Boris Johnson. Azt mondta ő, ugye volt belügyminiszter, meg londoni polgármester. Nagy-Britannia ki fog fogyni a Mars csokiból? Hát úgy látszik, ez egy alapkérdés. Az ivóvízből, a kertészekből, kétségbejtő lesz a hiány sajtból, áramból, olyan létfontosságú gyógyszerekből, mint a Viagra. Az éttermeinkben nem lesz elég takarító, nem lesz teánk, még répánk sem. Ezt mondta Boris Johnson a saját népének arról, hogy mi lesz akkor, hogyha a hard Brexit, a megállapodás nélküli Brexit jön létre. Ami elég furcsa, mert a Boris Johnson helyében én egy szót sem szólnék. Hisz az egyik azoknak, akik az ősbűnt elkövették, ugye Farage meg David Cameron mellett, akik belevitték ebbe az őrületbe az országot. Most nyilvánvalóan ez már teljesen fölösleges erről beszélni, hogy kinek mit köszönhet Európa és de Anglia. De amit itt ő mond? Az biztos, hogy ha hard Brexit, tehát nincs megállapodás, akkor ez vár a britekre? Hát nem tudja senki. Ez egy nagy találgatás. Abban az esetben, ha kiszakad Anglia március 29-én, mindenféle deal nélkül, akkor ez egy apokaliptikus helyzetet teremt, hisz semmi nincs rendezve. Semmilyen területen, a közlekedéstől kezdve, a kereskedelmi folyamatokon át, gyógyszerellátáson át, Anglia, és látom a mai hírek szerint már Franciaország is, és az Atlanti-óceán partján a levő országok mind készülnek egy ilyen háborús helyzetre. Mire készülnek az ottani magyarok? Mert nyilván nem háborús helyzetre, de valahogy nekik is fel kell készülniük, meg az itteni családjaiknak. Jelen pillanatban két dologban egyetért mindenki, hogy az itt élőket és az ott élőket nem kell, hogy egyik napra a másikra bármi negatívan érintse, szerintem nem is fogja. A másik, ami sokkal fontosabb kérdés, mi lesz az ír északír határral. Mert tulajdonképpen ez az egész megoldhatatlan helyzet, ez az ír határ miatt történik. Ha nem lenne Angliának érdekeltsége az ír szigeten, akkor ez az egész egy tulajdonképpen egy gazdasági számokból, egyezkedésből álló folyamat lenne. De azáltal, hogy ott van az a határ, amit ugye korábban falvédett, és 98-ban bontották le, mikor Good Friday Agreement-tel végre 30 éves gyilkolásnak véget vetettek, a jelen szabályok szerint, ugye ha kilépnek, akkor vissza kell építeni, ami
Vélhetően felerősíti ismét az északi unionisták és az ír republikánusok, tehát a protestánsok és a katolikusok között eddig is 100 éve folyó ellentét. Kezdődik a belfaszti gyújtogatás ismét, mint volt Hajdanában? Így van. Ez a legnagyobb félelme. Minden más az mellékes ahhoz képest, ha megint emberek fognak meghalni. Hát de közben a skótok is megint mocorognak. Tehát ők ismét jelezték, hogy nekik ez tetszik, ők maradnának az Unióban, ha máshogy nem megy, akkor szívesen ott hagyják az Egyesült Királyságot. Hát nyilvánvalóan a teljes Egyesült Királyságok helyzete ezért sokkal komplikáltabb, mint bármelyik más Európai Uniós ország helyzete ebben az esetben, mert ez egy Egyesült Királyság több államalakulatból lett összetéve a történelem során, mindenkinek megvannak a saját elképzelései, és az Egyesült Királyságok integritása a tét tulajdonképpen. Úgyhogy most ilyen pillanatban a britek előtt 6 lehetőség áll, mármint a politikusaik előtt, hogy döntsenek. Úgyhogy a következő nap, vagyis pontosan hétfőig ezt kell eldönteniük, hogy a 6-ból melyiket választja mind a kormányzat, mind pedig a parlament. Ugye kis többség, de többség az, amivel Hajdanában a népszavazáson eldöntötték Nagy-Britannia lakói, igen, hogy mennek. Ez a demokrácia, hogy eldöntötték, ezt kell végrehajtani a kormányzatnak. Theresa May-t folyamatosan nyomták az elmúlt hetekben afelé, hogy ne ezt az általa letárgyalt elképzelést vigye a parlamentére, hanem mondja azt, hogy egy új népszavazást szeretne, ami szintén megosztja a közvéleményt. Ez a valószínű menetrend, hogy végül eljut Nagy-Britannia arra, hogy újra megkérdezik az embereket, hogy mennének vagy maradnának, ismerve most már a feltételeket, körülményeket, nehézségeket? Angol barátaimmal beszélgetve, és ez nyilván mindig a fő téma, elképesztő megosztottság van ebben. De annyira, hogy családok mennek szét. Tehát ez egy olyan élethalál kérdés ma. Én nyilván azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy amikor az ország egy ilyen gusba kötött helyzetbe kerül, egy ilyen történelmi választás előtt, akkor vissza kell menni a referendummal. Abban a nehézség igazából viszont az, hogy mit is kérdezünk tulajdonképpen meg. Kérdezzük meg ugyanazt, mondanám én innen nagyon messziről, mert mit nekem. Kérdezzük ha ugyanazt kérdezzük akartok-e menni, kedves britek? Szóval ez nem olyan egyszerű, mert ugye erre viszont pontosan az Brexit pártiak fogják ezt mondani, hogy erről már szavaztunk. Tehát annak lehet értelme, ha egy új helyzetben, egy új kérdésre próbálunk választ kapni. De hát mindegy, mert ez a 6 lehetőségükből az egyik a referendum. Mi látszik a legvalószínűbbnek? Hát jelen pillanatban én azt gondolom, hogy hosszabbítást kérnek, és még egy ideig tovább fog húzódni az egyezkedés. Az kérdés egy kockázatos az, dolog, kérdés de az, sokat hogy nyerhetnek vele a britek. Így van. Mert hogyha hosszabbítást kérnek, azt meg kell szavazni a valamennyi tagállamnak. Én azt gondolom, hogy bármelyik nem szavazza meg, akkor nincs hosszabbítás, akkor viszont kérheti Nagy-Britannia azt, hogy legyen adakta az egész történet. Ha az Európai Unió nem ad hosszabbítást, vagy azt mondja, nem tárgyal, akkor tiszta sor. Akkor gyakorlatilag a briteket ott hagyjuk abba a helyzetbe, hogy választhatnak a kiszakadás, a totális kiszakadás és a referendum között. Most így áll az unió. De ez az egész tárgyalás számomra inkább egy pókerjátszmához hasonlít. Egyik oldalon az Európai Unió játssza azt, hogy nála van az összes ász, másik oldalon a britek. Amit az európaiak nem feltételeztek valószínűleg, és a tegnap előtti szavazás ezért jelenthetett döbbenetet Brüsszelben, hogy az angolok képesek az öngyilkosságot választani, a teljes kiszakadást adott esetben. Tehát ezzel, hogy elutasították azt az üzleti ajánlatot, ami egyébként nem Theresa May-é volt, ez egy közös és sokkal inkább az Európai Unió által meghatározott üzlet volt, üzleti ajánlat, aminek a kritikus része az ugye az Észak-Írország miatt a teljes Nagy-Británia bennmaradásáról szólna, továbbra is az Unióba, mert ugye 29-én lesz egy átmeneti időszak 2020 végéig. Az európaiak ajánlata az volt, hogy 2020 után is maradjon az Egyesült Királyság az Európai Unión belül, kivéve a politikusaik nem mehetnek Brüsszelbe.
addig, amíg nem találnak ki valami megoldást az ír határra. Ez az átmeneti időszakról szól. És akkor, csak akkor léphet ki az Egyesült Királyság, ha ezt Európa jóvá hagyja. És ezt a függőségi állapotot nyilvánvalóan a brexiterek és a konzervatívok nem tudják elfogadni. Izgalmas időszak elé néz Európa, az egészen biztos, erről majd még Szanyi Tiborral fogunk tudni beszélgetni pár perc szóval. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.